Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi üzenet a Bibliából. Elmondanám röviden, hogy hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, és akkor a Biblia, a jó Isten segített ebben a szomorú időszakban. Egy napon jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul, mint egy inga bizonyos szavaknál. Egy időben jöttek kívülről gondolatok is. És ez az egész olyan volt, mint egy kommunikáció, és ezt a forrást használom már 2002 óta, amit szeretnék átadni nektek is. Valami szól hozzád, hiszen nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te most megnézed ezt a videót. De van arra is lehetőség, hogy kérj egy személyes channelinget a Bibliából. A díjam az 4000 forint. És most kinyitom a Bibliát, kíváncsi vagyok a mai üzenetre. A napokban látni fogsz valamit vagy valakit. Ez fontos számodra, figyelj oda erre. Te bölcs vagy, és a bölcsességet segít abban, hogy kiemelkedj egy bizonyos helyzetből. Valaki gondol rád, és megbánta azt, amit tett. Visszatér hozzád, én úgy gondolom, majd bocsánatot fog kérni. Jelenleg foglalkoztat téged valami, mert van egy kérdés, a válasz az igen. Egy vita vagy veszekedés véget ér. Lesznek újdonságok, egy új irány, és cselekedni fogsz. Ott, ahol élsz, tehát a környezetedben vannak jó barátok, de van ellenség is. Amit most tervezel, az fontos számodra, és ezt meg fogod valósítani.
és ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!